Meg egyébként is fehéret szerettem volna. Te pedig képes voltál beállítani egy piros lambóval? Jézusom! Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, szép napot mindenkinek! És most olyan gyerekeket fogunk megnézni, akik nagyon, de nagyon el vannak kényeztetve. Van egy olyan érzésem, hogy lesz itt sírás, dráma, veszekedés, feszültség, minden, amire csak szükségünk van, hogy jókat nevessünk rajtuk. Szerintem a most következendő képsorok a nyugalom megzavarására alkalmasak lesznek, de ettől függetlenül én meg fogok próbálni higgadt maradni, na de derítsük is ki, hogy mennyire fog összejönni nekem ez az egész. A dobhártyám, haver! Most komolyan neked az a problémád, hogy karácsonyra csak 15 ezer forintot kaptál ajándékba, és akkor hisztizik a srác, hogy egész évben erre vártam, és csak ennyit kaptam. Egy csomó helyen éheznek, haver. Pénzt kértem a számítógépemre, és csak 15 ezeret kaptam. Te pedig kaptál egy PS4-et, szóval azért némi féltékenységet fel tudok fedezni. És az kb. 700 dollárt ér. Pedig én csak 50-et kaptam, gondolom a testvére videózza ezt, és ráféltékeny a csávó. Ő pedig még jobban idegesíti, amikor szegény így is elég ideges, és így nyomja, hogy igen, én azt kaptam, és így flexel vele. Imádom. Azért ne bántsd magad. Főleg ne azért, mert pénzt kaptál. És még fokozza. Nem rossz az a 15 ezer, menj és vegyél belőle cukrot magadnak. A jó tesók. Így kiégek teljesen. Így ingerülve kérdez, hogy miért nem kaphattam én is egy PS4-et, elgondolkozik rajta. Ja, hogy nekem már van egy. Ó. Mi ez az egész? No! Mennyire kellemes lehet ezt egész nap hallgatni? No! No! Nyugodj meg, semmi baj. És látod a srác fején, hogy egyre jobban vörösödik. Fel ne robbanjál nekem! Ez nagyon nem normális viselkedés. És mondja az apjának, hogy te menj el innen, te menj a szobádba! Hol a tisztelet? Szegény srác sír, mi a baj? Mennyire össze vannak öltözve az apukájával? Mit vett el talán a kontrollerét? És figyeld, hogy mennyire élvezze az apja ezt az egészet, hogy kikészíti a gyereket. Nem mondom, hogy én nem csinálnám a helyébe, de egy idő után ezt már túlzásba is lehet vinni, érted? Na már nevetős! Azért hisztizik, mivel Apple boltba akar menni. A játékboltba menjünk, vagy Apple Store-ba? És mondja a kis srác, hogy Apple boltba. De szerintem te nem vagy több 5 vagy 6 évesnél. Mégis mit szeretnél onnan? Telefont? What do you like at the Apple Store? iPodot? Ó, oh. Milyen hamar felnőnek! Do you want a lollipop? Szeretnél egy nyalókát, és ettől csak jobban hisztizik. You want a piece of candy? Egy kis cukorkát? Na neked mi a bajod? Why are you crying? No, McDonald's, no! Nem mennek be a Mackey-be, azért sír. Tegnap voltál Mackey-be. Happy meal. Yes.
Happy Meal szeretnél? Azt szeretnél, fiam. Hát nem kapsz. Annyira gonoszak. Kíváncsi lennék amúgy a reakciójára, amikor 10 évvel később ezt megnézné, és így fogná már a fejét, hogy úristen, ez én voltam? Biztos, hogy nem. Reggel 7 óra van. 2 órányi házia van a gyerekének, és már alig van ideje, hogy megcsinálja. Én is mindig bajban szoktam lenni reggelekkel, de hogy nem ennyire, és nem szoktam csapkodni, na az biztos. Miért nem öntöd le vízzel amúgy? De gonosz vagyok, de azért az hatásos lenne szerintem. Hulla fáradt, mindenből már most elege van, az apja pedig tolja neki, hogy csak azt szeretném látni, hogy mosolyogsz. Mitől mosolyogjon? Attól, hogy felkeltett korán is csinálhatja a háziát. A lánynak 16. születésnapja van, és most ennek apropójára meg fogja kapni azt a lambót. Hát nézzük is meg a reakcióját, hogy mennyire fog örülni neki. Azért be kell vallani, hogy első kocsinak... milyen menő az akvárium ott a háttérben. Na itt is van a szülinapos lány. Boldog szüli... Majdnem elkezdtem meg énekelni. Most háttal kell mennie végig, hogy nehogy lesni tudjon, és meglássa idő előtt. Tudja, hogy sikongatni fog, és annyira fog örülni neki. Oké. Na, mindjárt meg is fordulat, gondolom. És... Na. Nem örülsz? Most kaptál egy kocsit. Lány. Ez a te kocsid. Lehet, hogy még nem dolgozta fel, hogy kapott egy lambót, és azért volt ilyen a reakciója, de nézzük is tovább. You wanted a Lamborghini, so... Aventador, what is that? Hát ő nem ezt a lambót akarta. Mi ez? It's a Countach. It's a Countach. They're Countaches or... Ez az a lambó, amit vettél nekem. Good too. How old is it? Mennyire öreg. It's not even new, is it? Még nem is új. Föh. Egy dolgod lett volna, hogy új lambót vegyél, és nem azt vettél. Mi ez a videó? Meg egyébként is fehéret szerettem volna. Te pedig képes voltál beállítani egy piros lambóval? Jézusom! És nyomja, amit én toltam. Egy dolgod lett volna. Fehéret szerettem volna. De nem. Veszel nekem egy őskövületet. És azt mondja, hogy szörnyű az a kocsi, és hogy egy szemétkupac. Tudom, hogy mindig ezt hozom fel, de sok helyen éheznek, érted? Ha már piros, mint egy Ferrari, miért nem legalább egy Ferrarit vettél? Kezdem felhúzni magam mindjárt. I mean, okay, look, what I was figuring is you could learn to drive on this. És ilyet szól, hogy tönkre teszed az életem. Most kaptál egy kocsit, ne idegesíts már! Na hát csak fog tetszeni neki, és megköszöni, és bocsánatot kér majd, hogy ennyire bunkó volt. De nem hiszem, hogy ez be fog következni. És nem száll be a kocsiba. Mi bajod van neked az élettel? Just get in. You'll like it, it's fun. They're fun to drive. Aztán lehet, hogy az is közrejátszik, hogy teljesen le van sokkolva, vagy kapott egy kocsit, és azért ilyen, de nem hinném, csak próbálom védeni, és így megmagyarázni ezt az egészet. Azt a videót amúgy miért rakják ki a netre? Ez annyira kínos. Well, okay, how about you just try én szeretném azt hinni, hogy ez az egész csak direkt így meg van szervezve, de biztos vagyok benne, hogy nem.
És az a baj, hogy a lánynak ez az őszinte reakciója. Esetleg, hogy egy jaktot kaptál volna még mellé, akkor boldog lennél, és szódával elmenne. Láthattuk a házon belül lévő dekorációkból, hogy karácsony van éppen, a lány pedig azt mondja, hogy karácsonyi szünet végére ő megtanul ezen vezetni, és jöhet is már a zsírúj Lambó. 80-as évekből van. Én úgy nézek ki, mint aki a 80-as években született? Hát, majdnem. A szemöldököd is olyan, mint a 80-as években volt. Már majdnem a végénél voltunk, de nekem ez az egész rettentő sok volt, főleg így kora reggel, szóval bezártam ezt a videót, és ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogy ti is kiégtetek rajta annyira, legalább mint én, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, a Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen nyomd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!